Helmut Brock blokkflöte együttes a reneszánsz zenén nyitották meg a délutáni búcsút, furuljájukkal csaltak színes dallamokat a nézőközönség fülébe. Azonban nem csak ez az együttes, hanem még rengeteg fellépő várt a Kertvárosban a mulatni vágyókat. A Perfect Dance tánccsoport szinte minden városi rendezvényen fellép, így az augusztus 20-a sem telhetett el nélkülük. 8 éve tartunk így együtt, és ugye szinte mindennapos edzések vannak, és nagyon kemények szoktak lenni, főleg az ilyen versenyfelkészülések, mikor ugye országos bajnokságokra, területi bajnokságokra készünk fel. Ezen a napon a táncosokból sem volt hiány, az Eurodance Pécsi táncegyüttes csapata is sok domovári rendezvényen megfordul a hölgyek és urak nagy örömére, azonban mindig tudnak valami újat a színpadra csalni. I was doing just fine before I met you. You drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them. A gyermekeknek is kedveztek a nap folyamán, hiszen a sátorban a Hangolós Zenész Gyermekszínház Mesterségek című előadását tekinthették meg a picik, valamint a sátoron kívül is rengeteg program várta őket. A gyerekek annyira élvezték a délutánt, hogy alig lehetett őket megállítani egy-egy szóra, volt, aki csak a lábára szerelt sinnel tudtunk megszólítani. Láttam udvarlóját, láttam a dojarábát, láttam dobárót, láttam... Tamburint láttam, udvarlóát, láttam lintispit, aztán és miért a simpatalpat láttam. A szabadban azonban nem csak a gyerekeket várták meglepetésre, hanem a felnőtteket is. Bárki kipróbálhatta az íjászatot, a gyógyítósátorban pedig mozdulatokat mutatva rakták helyre a test fájó pontjait. A kertvárosi búcsút Farkas Bálint és Bálint Emese operes slágerei zárták.